Egészen különleges ez a kastély, ez a látvány, mondta a Pest megyei közgyűlés elnöke a Keop energetikai pályázat során megújult Pekári kastélyról. Szabó István a Rákospatak Pest megyei szakaszán megvalósuló meder és átjárók rendbetételéről, valamint egy közösségi tér kialakításáról is beszélt televíziónknak. Mindig öröm egy ilyen helyre jönni. Még akkor is, hogyha mint politikust időnként ér némi támadás, hogy persze, mert jön a választás, és azért kezdenek el kijönni a politikusok, meg átadni, meg szalagot átvágni. Nem azért, hanem azért, mert most készül el. Hiszen ezeket az átadókat, ezeket az építményeket, produktumokat, ezeket elő kell készíteni, ezeket meg kell valósítani, és már csak ezt követően lehet ugye átadni, mint ahogy ezt is. Egészen különleges látvány ez a kastély, és nagyon örülök, hogy ilyen szép életet varázsolni. Nyilván van még egy kis hiátus. Azt majd pótolni kell, de a lényeg az, hogy eddig eljutott a település. Megnéztem, hogy ugye Pécel egy jelentős település Pest megyében. Hogy milyen források kerültek ide, milyen fejlesztések valósulnak meg. És hát örömmel láttam, hogy bizony jelentős mennyiségű fejlesztést sikerült megvalósítani, és még fog sikerülni. Hiszen az útépítés, amelyet a kompenzációból nyert el a település, a Balogh miniszter által hozott informatikai eszközök, ezek mind-mind, meg ez az épület, mind-mind fontosak a település számára. De a következő nagyon nagy lépték az új telepi rehabilitáció lesz, ami egy 400 millió forintos beruházás lesz, aminek az elkészülte vélhetően valamikor a választások utána fog megvalósulni. Ugyanilyen projekt lesz hamarosan az egészség alapellátást segítő épület megvalósítása. Ez egy 198 millió forintos beruházás lesz, amelyet a település már elnyert. Mire ez elkészül, átadásra kerül, az valamikor jövő tavasszal. De akkor fog elkészülni, és az a fontos, hogy akkora készüljön el, amikorra lehet. És van még egy projekt, ami itt fog megvalósulni, ez a Rákospatak rehabilitációja, amelyet mi fontosnak ítélünk, és ezért szerveztünk egy konzorciumot Pécel, Isaszeg, Gödöllő és Szada részvételével, ez a Rákospatak Pest megyei szakasza, és ez egy nagyon komoly beruházás lesz, de ennek olyan forrásigénye van, aminek csak az első ütemét vagyunk képesek most finanszírozni. De elkezdődik. Elkezdődik a patak mederre rendbetétele, az átjárók rendbetétele. És egy reményeink szerint egy nagyon jó kis közösségi tér alakulhat ki a Rákospatak mentén. Tehát azt jelenti, hogy elkezdtük Pest megyében is azokat a elmaradt beruházásokat megvalósítani, amelyeket az okozott, hogy nem voltunk konvergencia régió. És ezáltal jelentős mennyiség európai fúnás nem került hozzánk. Viszont most a kormány, látva ezt a problémát, orvosolta, és kaptunk 80 milliárd forintot, hogy a elmaradásainkat valamelyest pótoljuk. Ez a forrás csak a kezdetnek elég, de legalább elkezdődik. De legalább elkezdjük tudni megvalósítani őket, legalább feltárni azokat a problémákat, amelyeket meg kell oldanunk. És azért ez jól mutatja, hogy az imént felsoroltaknak a döntő része az nem Európai Uniós forrás, hanem hazai forrás. Ez már a mi teljesítményünk okán válik lehetővé. A mi pénzünkből valósul meg. És nagyon fontos következő lépésünk pedig az lesz, amikor a vállalkozásainkat kezdjük el megerősíteni. A 80 milliárdnak a 40%-át azt kristálytisztán vállalkozások számára kell kiírnunk. Meg is jelent egyébként már a
a vállalkozói parkfejlesztésre szóló kiírásunk, és most fog megjelenni egy héten belül a KKV-k számára eszközbeszerzési pályázat, egy 4,5 milliárdos forintos nagyságrendben. És nagyon fontos, hogy a vállalkozásainkat megerősítsük, hogy a gazdaságunkat minél erősebbé tegyük, hiszen a települések számára a későbbiek során ez lehet az alap a működésre, a fejlesztésre. Az általuk megtermelt nyereség, az általuk befizetett adó adhatja a forrását annak, hogy ne kelljen várni esetleg egy kiírásra, egy pályázatra, hanem saját forrásból lehessen megcsinálni az, amire szükség van a településnek. A helyi polgármester szerint az utóbbi időszakban egyre élhetőbb település lett a ma már közel 20 000-es lélekszámú Pécel, amely akár több évtizedes elmaradást is be tud hozni pár év alatt. Ebben az időszakban megtettük a magunkét azért, hogy ez a város minél élhetőbb település legyen. Mint ahogy Szabó István elnök úr elmondta, valóban vannak előttünk még olyan pályázatok, és én bízom benne, hogy még ezek jó hosszú ideig ki fognak tartani, amik mind-mind azt a célt szolgálják, hogy egy igen hosszú, akár több évtizedes lemaradást a települések önállóan be tudjanak hozni, és egyáltalán új infrastruktúrában utol tudják érni azt a mértéktelen méretű betelepülést, ami jelen pillanatban én azt hiszem az agglomeráció szinte valamennyi településére vonatkozik. Csak egy ilyen rövid számadatot mondanék, hogy 2010-ben, ugye, amikor az első ciklusunkat megkezdtük, talán 13.400 körül volt a település létszáma. Megkockáztatom, hogy 2019-re, a következő választás idejére meg fogjuk haladni a 20 000 főt. Jelen pillanatban is ugye még talán ilyen 800 körül van a beépítetlen telkeink száma. Ugye, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a most a folyamatban lévő építkezések mint egy 80%-a a csok következménye, akkor el lehet mondani azt, hogy olyan mértékben ifjul meg ez a település, hogy a mi elsőrendű feladatunk majd az lesz, hogy az ifjúságot ki tudjuk szolgálni. Bölcsődével, óvodával, olyan közösségi terek megteremtésével, amik egy kulturált elfoglaltságra, ami a kulturált elfoglaltságra lehetőséget adnak. Én bízom abban, hogy a törvényalkotók és azok, akik a pályázatokat előkészítik, ezeket figyelembe veszik, mint ahogy a jelenlegi beruházások is tulajdonképpen nem céltalan beruházások. Nem azért indultunk, mert ezzel lehetett indulni, hanem amin elindultunk, mind arra szükségünk is van. Köszönjük szépen ezeket az állami támogatásokat elnök úrnak is, köszönjük szépen a közbenjárását, köszönjük Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnknek is az ebben nyújtott segítséget. És én azt kívánom magunknak, saját magunk érdekében, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben még minél több hasonló jellegű rendezvényen köszönhessük egymást. Köszönöm szépen. Az ünnepség végén a Pest megyei közgyűlés elnöke és a péceli polgármester adta át a felújított Pekári kastélyt.